Látványos ünnepséggel készültek a különleges műveleti erők megalakulásának 20. évfordulója alkalmából Marosvásárhelyen. Az eseményen Nikolai Csuka kormányfő is ünnepi beszédet mondott. Négyszáz katona és közel 30 korszerű haditechnikai eszköz felvonulását tekinthetik meg az érdeklődők Marosvásárhely főterén. A különleges műveleti erők megalakulásának 20. évfordulójára szervezett ünnepségen beszédet mondott Nikolai Csuka kormányfő. A különleges műveleti erők katonái magas szintű kiképzéssel és felszereléssel rendelkező harcosok. Nem csak országosan, de a világ több részén is ismert a szakértelmük, mondta el a kormányfő. A különleges műveleti erők munkája itthon és külföldön egyaránt elismert, és a román hadsereg egyik védjegye. Az elit harcosok professzionalizmusát több mint 1000 kitüntetés, rendfokozat, rendjel és elismerő oklevél jutalmazza, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, amelyekben az Afganisztánban vagy más hadszíntereken harcoló katonák részesültek. Az eseményt ejtőernyős bemutatóval zárták, harci helikopterből ugrottak ki és a város főterén landoltak. Az évfordulóra egyébként többnapos haditechnikai kiállítás várta az érdeklődőket a Marosvásárhelyi várban, azt ma a kormányfő is megtekintette. A fegyverek és a járművek mellett a kiállításon a legnagyobb érdeklődés a felderítő feladatokra programozott és felszerelt robotkutyát övezte.